Egyesületünk filmeket készített a kis településeken élők pénzügyi tájékoztatása céljából. Ezek közül nézhetnek most meg egyet, aktuális figyelmeztetésül a devizahitelesek elszámolásának témakörében. Március 1-től április 30-áig, tehát 60 napjuk van a bankoknak arra, hogy ezeket a devizahiteleket korrigálják, gyakorlatilag ezekkel a tételekkel. Ez vonatkozik egyébként a jelzálog alapú lakáshitelekre. Második körben kerülnek sorra azok a deviza alapú, devizában törlesztett hitelek, tehát augusztus 1-től szeptember 30-ig kell a bankoknak ezeket a hiteleket elszámolni, és legutolsó elszámolási rendben pedig a november 30-ig a végtörlesztőknek is a hitelkorrekcióit meg kell csinálni. Most ennek a technikai része gyakorlatilag azt jelenti, hogy itt a törlesztő részletek, illetve a tőke törlesztés, vagy a tőketartozás fog csökkenni azokkal az összegekkel, most itt hadd ne menjünk bele, erre egy pontos számítási módszer van, amit az MNB honlapján megtalálható, és az MNB kidolgozott egyébként egy nagyon pontos számítási rendszert, hogy minek alapján kell megcsinálni ezt az elszámolást, ennek a végrehajtása vár a bankokra. Amikor a fogyasztó megkapja a banktól az elszámolását, és ő ezzel nem ért egyet, akkor egy beadvánnyal fordulhat a bankhoz, amit a bank 60 napon belül kivizsgál, de ha ezzel sem ért egyet a fogyasztó, akkor a pénzügyi békéltető testülethez fordulhat 30 napos határidővel. A pénzügyi békéltető testület ebben a körben föl van hatalmazva arra, hogy az általa kivizsgált ügyekben, ha kötelezést nevű határozatot hoz, az a pénzintézetekre nézve kötelező jellegű. Három esetben, három kérelemtípussal lehet majd hozzánk fordulni. Egyrészt akkor, hogyha megkapott elszámolást valaki adathiba vagy bármilyen hiba miatt vitatja, a hiba konkrét megjelölésével és a hiba okának a megjelölésével az elszámolás helyességének a megállapítását kérheti, ez az egyik kérelemtípus. Fordulhat hozzánk akkor is, hogyha a panaszeljárást, ami kötelezően meg kell, hogy előzze a mi eljárásunkat mindenképpen, tehát először ugye a pénzügyi szolgáltatóhoz kell fordulni, utána lehet jönni a pénzügyi békéltető testülethez, nem vagy nem megfelelően bonyolította le az adott pénzügyi szolgáltató, tehát a panasz elkésettsége és a panasz eljárással kapcsolatos kérdésben is lehet fordulni hozzánk. A harmadik pedig, amivel szintén megindítható egy eljárás, az az, hogyha fennállt a kérelmező tudomása szerint az elszámolási kötelezettsége a pénzügyi szolgáltatónak, de ennek nem tett eleget, akkor kérheti a fogyasztó azt, hogy az elszámolási kötelezettség fennálltát állapítsuk meg, és kötelezzük a szolgáltatót arra, hogy az elszámolást neki is végezze el, illetve az ő részére is készítsen ilyet. Ugyancsak kérelemmel lehet hozzánk fordulni a forintra történő átváltás kérdésében, illetve az új törlesztő részlet, tehát a forintra átváltott hitel törlesztő részleteinek számításával kapcsolatban is, valamint akkor is, hogyha annak a kötelezettségének, ami a forintra történő átváltással kapcsolatban törvény szerint fennáll, a pénzügyi szolgáltató nem tett eleget. Thank you.